A Zentai út és a Baranyai utca határolta mintegy 2 hektáros temetőbe, amelyet a helybeliek kis temetőként ismernek, 1983-ban temették el az utolsó elhunytat. Időközben a legrégebbi sírokat már felszámolták, de hasonló sors vár a még meglévőkre is, mivel fokozatosan kihalnak a hozzátartozók. A gazdosodás és az időnként felelőtlenül odahordott szemét miatt a terület állandó gondot jelent az önkormányzatnak, ezért azt tervezi, hogy véglegesen megszünteti azt. A kis temető jövőjéről a község illetékesek hamarosan megbeszéléseket kezdenek az egyházzal és az elhunytak hozzátartozóival. A mi elképzelésünkben van itt a Harangláb körül egy kis emlékpark kialakítása, ahova azok a keresztek kerülnének, amelyiket még a hozzátartozók látogatnak. Ősszel tervezzük a terület körül kerítését, illetve jobban mondva a fásítását, 2, illetve 3 fasor kerül itten kialakításra. Egyházi szempontból nagyon fontos, hogy a kis temetőben eltemetettek emlékét a továbbiakban is kegyelettel őrizzük, nyilatkozta az egyházi szertartást végző Esperes plébános. Bármilyen megoldáshoz folyamodunk is, illetve folyamodnak is az illetékesek a jövőben, azért ezt csak alapos megfontolás és konzultációk után kell majd megtenni. A Magyar Kanizsai Kistemető ugyan az önkormányzat tulajdona, de mivel üzemeltetője nincs, mielőbb olyan végső megoldást kell találni a terület hasznosítására, ami megfelel a hozzátartozók, az egyház és az önkormányzat elvárásainak is.